Két malacot is levágtak a Vörösberényi Lovas Egyesület tagjai a vasárnapi téltemető mulatság előtt. A Szent Erzsébet ligetben felállított sátrak alatt egész nap serénykedtek az ügyes kezek. Előbb feldarabolták az állatokat, majd a falusi szokások szerint elkészítették a tóros menüt. Sült a pecsenye, készült a kolbász és a hurka a jelenlévők nagy örömére. Az egyesületnek már nem ez volt az első közösségi disznótora. Azért tartottuk fontosnak, mert ez már a harmadik alkalom, és azt hiszem, hogy nagyon népszerű volt az első kettő. Most már kellő tapasztalattal rendelkezünk, hogy mit, hogy kell csinálni, és én úgy gondolom, hogy vissza kell térni ezekhez a régi módszerekhez, mert nem csak a Tesco-ba lehet vásárolni, hanem igazi jó magyar húsból is lehet pecsenyét készíteni, meg hurkát, meg kolbászt. Az ízes falatokból jelképes áron bárki belakhatott, aki időben felkereste az egyesület sátrát. A bevételt a felmerülő költségekre fordítják a szervezők. A zene pavilon környékén kirakodó vásár is csalogatta a jó időben sétálókat. A parton kialakított rendezvénytéren pedig a Kurázsi Néptánc Együttes tartott bemutatót télűzésből. Először a rönghúzás hagyományát elevenítették fel, ami szerint a falu legszebb lányát egy odvas fába zárták, és amíg ki nem szabadítják, addig nem lehet lakodalmat ülni a településen. Ezt követően Krajcz Károly vezetésével a legfiatalabb almádi néptáncosok adtak számot tudásukból. Majd a farsankor elmaradhatatlan alakoskodás a bolond lakodalom kezdődött el. Ezen perctől fogva házastársaknak nyilvánítanak benneteket, Guntodigra, Guntáig. Mi pedig, itt jelenlévő fiatalok, lelkesedjetek föl az új házasok példáját, és kövessétek őket! Miután egymásai lettek a házasulandók, a profitáncosok segítségével táncház szórakoztatta a jelenlévőket. Voltak már korábban is ilyen téltemetőn? Igen, tavaly. És láttam, hogy beálltak a fiatal emberek, a kisasszonnyal táncolni. Hogy tetszett? Ha, jó volt. Nagyon jó. Korábban néptáncolt már? Igen. 5 évig, de már nem tudok. Voltak már korábban ilyen téltemetőn? Nem, most hallottunk róla először. És hogy tetszik eddig? Eddig jól tetszik. Most érkeztünk ide, úgyhogy eddig meg vagyunk elégedve mindennel. Nem lehet igazi a téltemető a rossz időt és a betegségeket jelképező kiszebábú elégetése nélkül. Így a tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdal hangjaira előbb mágiára vetették. Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! Na még egyszer! Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! Majd a Balaton habjaiba dobták a szalmabábot. Almádiban már hagyománya van annak, hogy a téltemető idején kezdődik a strandszezon. Igaz, idén is csak páran merészkedtek a tóba. Hát a víz most nagyon kellemes volt, mert egy olyan 3-4 évvel ezelőtt kaptunk igazából kedvet, amikor itt Almádiban itt volt Sirilla György, és a jégtáblák közé ment be, akkor tényleg ilyen 0 fokos volt a víz, és megkérdeztem őt, hogy ezt hogy csinálja, és mondta, hogy nem ajánlja, hogy egyből belemenjünk, hanem ezt így meg lehet szoktatni a szervezetet. És abban az évben, szezon után, tehát augusztusban elhatároztuk, hogy minden hétvégén, ahogy hűl a víz, úgy mindig belemegyünk egy jót fürdeni. A rendezvénynek már közel 2 évtizedes hagyománya van a városban. A szervezők tervei szerint a jövő évben is megtartják a közös télűző eseményt.